10 parancsolat. Első rész. Élt egy férfi, akinek nevét egyaránt tisztelik a zsidók, a keresztények és a muzulmánok. Rabszolgaságban született sarjaként annak a népnek, amelyet az egyiptomi fáraók már 400 éve szipolyoztak. Zendülés szított a világ legnagyobb birodalma ellen, és erkölcsi törvényeket hagyott örökül, amelyek kiállták az évezredek próbáját. Úgy hívták Mózes. Zenét szerezte Randy Edelman. Fényképezte Edward J. Pay. Írta Ron Hutchinson. Rendezte Robert Dornhell. Az álmodat, ó fáraó, maga réküldte. De mit jelent? Nagy veszedelem közeleg, lecsap rád, és lecsap Egyiptomra! A veszedelem forrása egy rabszolga fiú! Erre, gyere gyorsan, siess! Egy fiú, akiből Egyiptom hercege lesz! És azután... földre dönti a lovat! És a lovast! És... hol találom ezt a fiút? Ne kivéljetek egyet sem! Hol van ez a fiú? Fiú... Áron, ő a kisöcséd. Fogd meg. Megölni az újszülött fiúkat! Mindegyiket! Ne vigyétek el! Megállj! Maradhat. Nem ölhetik meg! A kosarat! Miért? Mert elrejtem! De hová? A sás közé a folyóparton! Ha meglátnak, mind meghalunk! Feláldoznád a másik kettő életét ő érte! Menjél! Gyerünk! 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 Gyerünk!
Bocsáss meg! Bocsáss meg nekünk! Az új szüntet szülő anyjától az egyiptomi király leányához sodorták a Nílus hullámai. Ez egy rabszolga gyerek. Nem érdekel. A sors hozzám küldte. A fáraó megöletett minden újszülött rabszolgát. Azt álmodta, hogy egyikük zendülést szít a trón ellen. De hisz láttad, hogy nem én találtam. Ő talált meg engem. Nem hagyhatod életben. Mózesnek nevezem el. És ha ő az, aki majd a fáraó ellen támad? Ha a hatalom gazdát cserél, ha ez a gyermek jelenti a jövőt, ha ő a kiválasztott, akkor hatalmat ad azoknak, akiket a családjának vél. Megmentetted, ezt tudnia kell, mivel tartozik nekünk. Küldj valakit a rabszolgák közé azzal, hogy szoptatós dajkát keresel egy csecsemőnek. Az anyja jelentkezni fog. A csapdába csalnak. Kockáztatnunk kell. A fiunk érdekében. Mondd az anyjának, hogy visszaveszed a fiút, ha már nem szopik. Addig ő gondoskodhat róla. Miután visszaadtam neked, ígérd meg, hogy elmondod neki, hová is született. Gyertek. Nem! A fáraó lánya is életet adott egy fiúnak, Meneritnek, de Mózes sem szerette kevésbé. Még egyszer. A fivérek kiváltságosként cseperedtek, arra nevelték őket, hogy büszkén viselhessék a hercegi címet. Okításuk részeként beavatták őket a holtak házának misztériumába, hallottak a napistenről, Réről és a többi egyiptomi istenről. Takarjátok el az orrotokat és a szátokat. Mózes herceg. Te ott! Folytasd a munkát! Az ember hüvely csupán. Az életet az istenek lehelik belé. És amikor elveszik azt tőle, ez marad az emberből. Hány isten van a világon? Annyi isten, ahány nép, annyi isten, ahány ember. Hogyan lesznek az istenek? Tartok tőle, nem értem a kérdést. Honnan származnak? Ők csak léteznek a dolgok természetes rendjétől fogva. Ha sokáig nézitek, mit vesztek észre? A csillagok formákat alkotnak.
és ezeket a formákat értelmezni lehet. Meg lehet jósolni a változásukat az időben. Egyiptom hercegei nem lehetnek tudatlanok, mint a barbárok. Ne! A lojalitás szép tulajdonság, Mózes herceg, de sokkal hasznosabb, ha megfékezed az indulataidat. Úgy se kapsz el! Állj meg rögtön! Ezekben az években a fiú nem ismerte még származásának sötét titkát. Meg kell mondanom neki. Miért kellene? Mert ígéretet tettem. Most megöllek! Tudod, hogy te és Menerit nem vagytok testvérek. Legalábbis nem vértestvérek. Tudom, hogy örökbe fogadtál. Én pedig tudom, hogy nagyon szeretitek egymást. De meg kell ismerned a teljes igazságot. Mózes. Ő az édesapád. Én Jokébed vagyok. A szülőanyád. Ő Miriam nővéred. Ő pedig Áron a bátyád. Amikor megszülettél, veszélyes lett volna, ha velünk maradsz. Ezért adtunk oda. Semmi más nem tehettünk. De én dajkáltalak. Addig, amíg járni nem kezdtél. Akkor vitt el a királylánya. De miért? Nem pusztán az életedet akartuk megmenteni. Azt akartuk, hogy jó életed legyen. Azt akartuk, hogy legalább egy gyermekünknek többje legyen ennél. De miért adtatok oda? Azért, mert annyira szerettünk. Kisfiam. Gyermekem. A király leánya szavát adta, hogy megtudhatod, honnan származol. Csak ennyit akartunk, mert ezt tudnod kell. Aztán elfelejthetsz minket. Az, aki idehozott bennünket. József. A testvérei eladták rabszolgának, de végül az egyiptomi fáraó helytartója lett belőle. Azután hozta a népét ide. De miután a fáraó meghalt, szolgaságba taszítottak, és itt tartottak minket. Hallod ezt? Zúg a szél a pusztában. Onnan érkeztünk. Emlegetik Egyiptom dicsőségét, pedig Egyiptom minden kövére a mi népünk keserves verítéke szárat rá. Mindent a mi vérünk tart össze. Ő az egyik istenetek? Mi nem imádjuk a tetemeket. Bármi dicsők voltak életükben. Akkor hol vannak az isteneitek? Az egyiptomi istenek legyőzték őket. Valamikor hittünk egy istenben. A hatalmasban, az egyetlenben. De hosszú ideje nem szólt már hozzánk. Talán meghalt? Van, aki azt mondja. Nem! Nem! Ez nem igaz! Akkor hol van? Mi az, amit érzünk tesz? Miért hagyta, hogy ez történjen velünk?
küldesz el? Hogy én is úgy éljek? Hogy rabszolga legyek? Te Egyiptom hercege vagy. Oka van annak, hogy életben maradtál. Csodálatos jövő áll előtted. Felejtsd el a mai napot. Tévedés volt. Egy rossz álom. Igen. Igen, csak egy rossz álom volt. Holnap reggelre el is felejted. Ez az, ahová tartozol. Ez az, aki vagy. Egy rabszolgafiút látsz itt? Valami birkapásztornak a kölykét a pusztából? Vagy egy herceget látsz? Egy herceget, aki egy nap Egyiptom fáraója lesz. Hogy meg és építes palotát, Mózes. Vagy gyere el egy hadjáratra, kóstold meg a katona életet. Talán majd egyszer. Látnod kéne a pusztát, ahol az istenek szabják a törvényt, mielőtt elpuhulsz a városban. Miféle törvények azok? Szomjúság, éhség, lassú halál? Nem, köszönöm. Én szeretem a város, csak a barbár népek élnek odakint. A seregemnek készülnie kell a szemlére. Ne is gondolj a pusztára. Neked a könyvtárban a helyed. Vagy a márványfürdőben. Gyere ide! Mit kéreted magad talán? Nem tetszem neked? Ne, ne! Kérlek, kérlek, könyörülj meg rajta! Kérlek, ne bánsd! A feleségem! Kérlek, könyörülj rajta! Nesze! Nézheted! Úgy talán még édesebb lesz. Ide, gyere! Erezd el! Hercegem! Azt mondtam, erezd el! De is csak egy rabszolganő. Eredj! Mi baja esett? Talán még örömét is leli benne. Hogy ölhetted meg azt a férfit egy rabszolga miatt? Dühös voltam. Senkivel nem szabadna így bánni. Megtalálták a testet. A fáraó parancsba adta, hogy fogjanak el. El kell menned. Nem hagyom, hogy elvigyenek. Nem védheted meg. El kell menekülnie. Azonnal. Keres menedéket a rabszolgáknál. Nem keverhetem bajba őket. Inkább minket keversz bajba. Induljunk. Néztem volna tétlenül, hagytam volna! Csak egy rabszolga! Menekülj, eredj a pusztába és hajj meg, és miközben haldokolsz, gondolkodj el azon, hogy mit hajítottál el! Gondolj a jövőre, ami itt várt volna rád! Megkereslek majd, viszek élelmet és viszek. Nem, nem sodorhatom veszélybe az életedet. Fivérek vagyunk, ezt ne felejtsd el! Sose látlak többé. Nem éled túl odakint. Se te, se senki más. Én nem tartozom ide. Nem tartozom sehova. Hagyniuk kellett volna meghalni, amikor a katonák jöttek. Miért élek én, és haltak meg oly sokan mások? Várj! Hidegek az éjszakák.
innen! A víz a miénk! Mi voltunk itt előbb? Kit érdekel? Mondom, hogy mi voltunk itt előbb! Pusztuljatok innen! Elég! Vidd el innen a nyájadat! Megölhettek volna olyanért, amihez semmi között. Ha egy férfi nem urra az indulatainak, bármiért megölhetik. Apám akkor is köszönettel tartozik. Ha csak nem igyekszel valahová, gyere velünk. Egyiptomi vagy. Nem tudom, hogy mi vagyok. De Egyiptomban éltél. Igen. Nem szeretem a várost. Főleg, ha egyiptomi. Természet ellen való. Elpuhít. Megbolondít. A városban a pusztáról mondják ugyanezt. Megbolondítja az embert. Persze csak, ha van olyan szerencsés, és túléli. Túléli. A puszta megadja, ami kell. Nem többet annál, amit itt látsz, de az épp elég. Nézd csak körül. 7 lányom van. Azt hittem, átkozott vagyok. Mit tettem, hogy ez a büntetés? De megtanultak mindent. Büszke vagyok rájuk. Kivált képőre. De ha lenne itt egy férfi, amikor kell, mint például ma. Nem gondolkoztam. Rossz vége is lehetett volna. De nem lett. Tetted, amit egy fiú tett volna az apjáért. Vagy az apósáért. Pedig csak a pusztából bukkantál elő. Mint akinek nincs múltja. Vagy mint aki menekül valaki elől. Thank you.
Gersóm. Gersómnak nevezlek el. Azt jelenti jövevény. A jövevény, akit befogadott egy család. Amott zöld füvet látok. Tovább megyünk. Forrás is lehet odafent. Még csak arra se néz. A Hórep-hegy. A Szenthegy. Jobb nem a közelébe menni. Veszély leselkedik ott. És hogy elvezesd őket arra a helyre, amit atyáiknak ígértem. Nem mehetek vissza Egyiptomba, én... Én megöltem ott egy férfit. Vissza fogsz menni. De... Miért hallgatnának rám? Miért hallgatna rám a fáraó? Én veled leszek. Azt mondod, az istenük vagy az én istenem. Mi a neved? Vagyok, aki vagyok. Nem hallgatnak rám, nem fogják elhinni, hogy szóltál hozzám, nem fogják. Dobd a botodat a földre. Emeld fel. Ne engem küldj, nem rám van szükséged, nem tudom megtenni. Téged választottalak. Ha a népednek te kell lesz, akkor menned kell. Sosem éltem velük. De ha az istenük azt mondta, hogy menj, akkor... Ez az isten talán a hegyistene? Nem tudom. Amikor megkérdeztem a nevét, olyasmit mondott, amit fel sem foghatok. Mintha azt akarná, hogy én magam találjam meg a választ. Én nem kértem ezt. Én nem kértem.
Hát akkor tagadd meg. Ez a pusztaság hatalmas. Talán elég nagy ahhoz is, hogy ez az Isten ne találjon meg. Hallgattam rád, engedelmeskedtem. Ő szólhat hozzám, de én nem hozzá. Tényleg ezt akarja tőlem, könnyebbé tehetni egy kicsit. Mózes? Mózes? Édes fiam! Bajba kevertelek? Azt számít csak, hogy megint itt vagy. Nem kell már bujkálnod. Az öreg fáraó meghalt. Most Ramszesz uralkodik. Olyan minden, mint azelőtt volt. Te is megint herceg vagy. A feleségem. És a fiam. Oda mennek, ahová én. A palotába? Nem. Oda nem. Ez Amram és Jókébet háza? Az volt. Te ki vagy? Mózes. A nevem Mózes. Miriam vagyok. A nővéred. Tényleg te lennél az? Mózes. Igen. Gyertek. Kerüljetek bejebb. Mindketten meghaltak. Apánk először. Anyánk követte. Sosem felejtett el.
Sokszor csak üldögél, de én tudtam, hogy rajtad jár az esze. Azon, hogy hol lehetsz. Igen. Te voltál neki a legkedvesebb. Hiába nem éltél itt. Hiába nem voltál vele. Miért jöttél vissza? Mit akarsz itt? Egyiptomi. Csak azt képzel olyat, hogy Isten szól hozzá, akinek elment a józan esze. Szólt hozzám. És én vitáztam be. Istennel! Nem tűr ellentmondást. Könnyen dübegurul és kiszámíthatatlan. Az övé minden hatalom. Mégis rá kellett vennie egy olyat, mint én, hogy a nevében cselekedjék. Emiatt veszítheti el a türelmét. Úgy beszélsz róla, mintha egy ember lenne. Mert az. Nekem az. Igaz, hogy az Istenem is az Istenünk. Te megvesztél. Azt mondta, segíteni fogsz neked. Én? Tudom, hogy mit gondolsz róla, Máron. De Istennek rád is szüksége van. Te is része vagy a tervének, ugyanúgy, ahogy én. Vagyis Isten rabszolgaságban tartott minket annyi éven át, és most elhatározza, hogy megszabadít, és téged választott, hogy ezt véghez vitt. Veled együtt. De nem küldött veled hadsereget. Csak egy barbár feleséget. Lázadást akarsz szítani? Te, aki egy napig sem osztoztál a sorsunkban. Te, akiről mindenki tudja, hogy hátat fordítottál nekünk. Aki hátat fordított mindenkinek. Annyit tudok, hogy a vagyok, aki vagyok, ide küldött. Kicsoda? A vagyok, aki vagyok. Honnan ismered ezt a nevet? Isten mondta, hogy ez a neve. De azt akarja, hogy gondolkodjam róla. Találjam meg a jelentését. Ezt a nevet soha nem említjük. Amikor József idehozott minket, azt tanította, hogy Isten oly módon is felfedheti magát valaki előtt, ha azt mondja, vagyok, aki vagyok. Nem alkalmas az idő. Még ha hinnénk is neked. A nép nem készült fel rá. Azt hiszed, az egyiptomiak elengednek, csak mert kérjük. Lázadásról beszélsz. Évekig kéne készülnünk, hadsereg kell hozzá. Azt hiszed, nem akarunk szabadok lenni? Azt hiszed, hogy mi nem álmodunk róla? Az egyiptomiak megtorolnak. És mi jól tudjuk, hogy mivel. Különben meg ki vagy te? A neve Mózes. Az életemet köszönhetem neki. A feleségem tisztességét. Tudom, hogy jó ember. Bármit is mond, hallgassátok meg. Lehet, hogy jó ember, de attól még balsors járhat a nyomában. Elveszthetjük azt a keveset is, amink van. Azért, mert azt állítja, hogy Isten beszélt hozzá. Beszélt? A pusztában igen. Nem tudom, miért engem választott. Jövevény vagyok. Soha nem osztoztam a terreiteken. Biztos úgy vélitek, még most is inkább egyiptomi vagyok, mint rabszolga, de tudom, mi történt velem odakint. Tudom, hogy Isten mit kíván tőlem. És mit Árontól. Ereszd el a rabszolgáidat! Szabad emberként jöttek ide, hadd távozzanak ugyanúgy! 400 éve dolgoztattok, és szívjátok a vérünket! Most adjatok végre valamit! A szabadságunkat!
A népem épített itt mindent. Ők teremtették Egyiptom gazdagságát. A szabadságuk túl nagy ár viszonzásul. Őrök! Hadsereged van? Nincs. Van valamelyik másik rabszolgának? Nincs. Akkor miért engedném el őket? Mert Isten megparancsolta. És hol van ő? Hol van az istenetek? Az enyémeket látom. A papjaimat is. A tiétek láthatatlan. Mégis hatalmasabb a te összes istenednél. Valóban. A rabszolgák istene hatalmasabb Egyiptom összes istenénél. A gyerekeink, még ők is ismerik ezt a mutatványt. Mit akartok ezzel bizonyítani? Megengeded a népednek, hogy kövesse isteneit. Hadd kövessük mi is a magunkét. Eresz minket a pusztába 3 napra ünnepelni. És azután? Engedelmesen visszatértek? Talán addigra jobb belátásra térsz. Azt kétlem. Elég! A fáraó nem alkuszik egy rabszolgával. Vigyétek őket vissza, dolgozzanak annyit, mint a többiek. A rabszolga az rabszolga. Hiába képzeli, hogy az istene felhatalmazta, hogy vitázzon az urával. Menerit! Gondoskodj róla, hogy a legkeményebb munkát osszák királyuk. Te vagy az. Menerit is a fivérem. Én csak egy urat látok. Ő az öcsém. Tényleg igaz? Megtaláltad az Istent, akit mindig kerestél? Ő talált meg engem. És ő küldött ide vissza. Bármit megtehet. Ezt már megtanultam. Olykor vitázom vele, de mindig ő marad felül. Ramszeszt nem győzi le. A látszattal ellentétben ő gyenge és bizonytalan. De annál veszélyesebb, ha sarokba szorítják. Te nem csak megtámadtad, hanem nyilvánosan meg is aláztad. Kérlek téged, beszéld le a fivérünket arról, amit a fejébe vett. Nem a fivére vagy, hanem a gazdája. Áron még nálam is lobbanékonyabb, és a nyelve is élesebb. Talán ezért választott Isten minket a feladatra. És arra, hogy meghalljatok. Ha úgy kell lennie, igen. Hidd el, nem halunk meg. Isten beszélt hozzám, ígéretet tett nekem. Olykor nehezen értem.
És olykor azt hiszem, hogy rosszul döntött, amikor engem választott, de ígéretet tett nekem, és a szavát nem szegi meg. Nem csinált semmit! Ne feszegjetek! Állj fel! Állj fel! Munkára, ne mondjam még egyszer! Neki ne adj vizet! El innen! Azért halt meg, mert megpróbált elvégezni... Hallgassátok meg! A munkába fogunk beledögleni, hála neked! Örökre rabszolgák akartok maradni? Szeretitek a láncokat? Éljenek úgy az asszonyaitok és a gyerekeitek, mint az állatok! Parancsra akartok élni és meghalni! Nem! Akkor mit csináljunk? Nem! Az egyiptomiak ölték meg! Ők ölték meg! Holnap talán téged ölnek meg, vagy téged! Sok éve egy éjszaka a katonáik rátok törtek, és legyilkolták az újszülött fiaitokat! De ti nem vágtatok vissza! És most sem akartok harcolni! Inkább azt vádoljátok, aki segíteni akar, hogy ilyen többé ne történjen meg! Ha az ember rabszolgaságba született, nem jelenti azt, hogy rabszolga! Csak az a rabszolga, aki rabszolgának hiszi magát! Ha szabad akarsz lenni, gondolkodj szabad ember módjára! Isten azért küldött ide, hogy kivezesselek benneteket innen! Odatudjuk, hogy tényleg szólt veled! És mit mondott? A szavam nem elég nektek! Nem volt elég a fáraónak sem. Ez itt a lényeg. Gondolkodtál? Győzködni jöttél megint? Vagy bocsánatot kérni? Szólni utolsó figyelmeztetésül. Eressz el bennünket. Őrök! Miért? Miért akarsz elküldeni? Talán már nem szeretsz? Szeretlek. A fiadat nem szereted? De szeretem. Akkor miért kell elmennünk? Arra kérek mindenkit, hogy mondjon le mindarról, ami eddig az övé volt. Valamiről nekem is le kell mondanom. Rólam. Gersomról. Ha lenne más megoldás, de nekem nagyon sok a teendőm. Szörnyű dolgok fognak történni itt. Szörnyűbbeket ember sosem látott még. Nem akarom, hogy azok, akik a legdrágábbak nekem itt legyenek. Tudom, hogy Isten milyen hatalmas. Hatalmasabb, mint bárki el tudná képzelni. Az idő.
Ez csak vörös üledék a folyómederben. Gyere, nézd meg, hogy csinálták. Öd? Elég. Vidd el innen! Az Istenednek velem van vitája. A népemnek is szenvednie kell emiatt. Amíg nem hallgatsz Isten szavára, igen. Hadd jöjjön hát a legrosszabb. Akkor sem hajlok meg előtte. Vagy előtted. Csapás csapást ért Egyiptomban, és csak a rabszolgák maradtak sértetlenek. A fiam. Ő az első szület. Imri! Minden tud rólad. Szeretném, ha megismernéd. Ő itt Mózes. A fivérem. Kiváló férfiú. Várj meg a kapunál. Meddig tart még ez a gyötrelem? Még el nem enged minket. Már rég megölethetett volna. De tudja, mire képes az Istened. Fél az erejétől. Ramszesz bármikor véget vethet ennek. A gyenge ember a legrosszabb ellenség. Összekeveri a makacságot az erővel. Akkor harcol, amikor az erős már levonulna a harctérről. Te is makacs ember vagy. Mert tudom, hogy én győzök. Hogy Isten győz. Akkor mi lesz? Ramszesz elenged minket. És mit tegyek én addig? Imádkozz, hogy Ramszesz kímélje meg a népedet a szenvedéstől. A népem a te néped volt. Valamikor. Mozog kifelé! Innen!
kifelé, csinálj valamit! Gyáva kutyák! Engedni egy rabszolgának? Ezt kívánnád hát a fáraótól? Ki tanácsolja még ezt? Hm? Az égből ragály és tűzeső hullott. A fáraó és kuruzslói tehetetlenek voltak. Míg végül Ré a napisten arca is eltűnt az égboltról. Kisütött. Látod? Hát persze, hogy teljességgel lehetetlen, hogy a hatalmas Egyiptomot elpusztítsa egyetlen ember, Mózes és az ő istene. Ám bátor, vannak, akik szívébe beférkőzött a félelem. Ők azt tartják, hogy néhány rabszolga a felszabadítása csekéke ár ez esetben. Menerit, meddig számíthatok még a hadseregemre? Katona vagyok. Egyszerűen fogalmazok. A férfiak látják asszonyaik és gyermekeik éhezését. Betegségét. Látják, ahogy oda lesz mindenük. Az abba vetett hitük is, hogy a fáraó megvédi őket. Ez felség... Hallgass! Inkább eleresztenék a rabszolgákat, mint veszni hagynának mindent. Fáraó vagyok. Évszázadok néznek le rám. Isten vagyok. Isten vagyok. Fáraónak volt egy álma Egyiptom hercegéről, aki halálos veszedelembe sodorja a birodalmat. Mózes nem Egyiptom hercege, csak egy rabszolga. Nem, nem rabszolga. Ő a fiam. A Nílus hozta. És én úgy neveltem fel, mint a saját fiamat. Mint Egyiptom hercegét. Megjósoltam a fáraónak, hogy Egyiptomnak ez a hercege ledönti majd mind a lovat, mind a lovat! Kifelé! Vigyétek ki innen! Kifelé! Vigyétek ki innen!
Csak a férfiak? Nem. Az asszonyok és a gyermekek is. Az asszonyok, de a gyermekek nem. Mind. Mindenki. Öreg, fiatal, az összes rabszolgád. A csordák, a nyájak nem. De igen. Nem. Elviszünk mindent, ami a miénk. És ezt nem te mondod? Nem. Hanem az Isten. De én vagyok a szószólója. Én vagyok a fáraó. És én vagyok Mózes. Alkot akarok kötni. Én nem akarok. Őrök! Én vagyok a nap, a hold, a Nílus. Én uralom ezt a birodalmat, és én uralom a halál utáni életet. Ha ez a férfi ismét belép a palotámba, öljétek meg! Azonnyomban! Mihez kezdesz most? Most mi lesz? A szabadság közel van. Nagyon közel. Az Istenünk vezetett idáig minket. Már csak egy kicsit kell tovább mennünk. A rabszolgaság utolsó óráit töltjük. Emlékezzetek erre. Mondjátok el a gyermekeiteknek, hogy elmondhassák a gyermekeiknek, milyen keserűs volt a rabság, mert sohasem szabad elfelejtenünk. Készen álltok? Igen. 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 Készülődjetek az útra. Süssetek húst, süssetek kenyeret, egyétek keserű füvekkel, mert csak azokkal ízesíthetjük ételeinket. Legyetek készen, hogy bármelyik percben indulhassunk. Kenjétek a leölt állatok vérét a házatok ajtaja köré, el ne feledkezzetek róla. Minden ajtót így kell megjelölnötök, az majd megvéd benneteket. Azután várjatok. Várjatok. Várjatok!
Mózes! Mózes, fivérem! Menelit! Az én fiamat is elragadták. Veled gyászolok. Te gyászolsz? Hiszen ez a te műved. Isten műve volt. De te akartad. Ramszesz visszaadja a szabadságotokat. A te istened győzött. De az istened kegyetlen isten. Sok éve a fáraó elküldte a katonáit, hogy öljék meg a gyermekeinket. Én nem voltam köztük. És a fiam se volt ott. Miért nekünk kell bűnhődnünk? Azt teszem, amit Isten mond. Ha azt mondaná, ölj meg engem. Azt is megtennéd. Megtennéd? A férfiak, az asszonyok és a gyermekek. Igen. Az összes csorda és nyáj. Igen. Mielőtt elmennek, az uraik és úrnőik aranyat és ezüstöt adnak nekik. Nem. Fizetségül a 400 évnyi munkáért. Igen. Menelit nem búcsúzik el tőled. Még mindig a fiát gyászolja. Az unokámat. Nem teszek úgy, mintha megérteném. Olykor úgy hiszem, hogy sejtelmem sincs, hogy kicsoda is vagy. Talán soha nem is tudtam. Azt tudom csak, hogy szeretlek. Te is az én fiam vagy. És örökké szeretni foglak. Látlak még valaha. Az Istened engedi, hogy láthassalak még. Itt az idő! Indulunk! Gyorsan! Indulás! Indulunk! Rajtad, igyekezzetek! Indulunk! Gyertek, igyekezzetek! Te hoztad őket ide. De az egyiptomiak elárulták őket. És én most az egyetlen helyre viszem őket, ahová vihetem. A pusztába. Mit műveltél? Nem háborgathatod József nyughelyét! Ez szentségtenés! Mi vagyunk a népe, nem az egyiptomiak. Közénk tartozik. Noszogasd őket! Nem vagyunk biztonságban!
Merre megyünk, Mózes? Melyik az út? Az ígéret földjére. Merre van? Hogyan jutunk oda? Mennyi ideig tart az út? Mit teszünk addig, amíg odaérünk? Arra. Fiad is meghalt. Most már tudjuk, hogy kicsoda is Mózes. A fivéred. És te ki vagy? Számolj be a fáraónak! Thank you.
Ez csapda, csapdába vezettél? Miféle vezető vagy te? Miattad ölnek meg benne a királyukat? Mózes, megismered a hangomat? Igen. Tudod, ki vagyok? Igen. Megbízol bennem? Igen. Boszorkányság. Csak az lehet. Vagy Isten műve. Én azt mondtam, boszorkányság. Nem. Az egyetlen út a menekülésre. Menj a többiek után!
Magyar hangok. Haas von der Péter. Király Attila. Varga Gábor. Németh Borbála. Stern Dániel, Forgács Gábor. Festbon Béla, Törtei Tünde, Kéri Kitti. Bókai Mária. Gruber Hugo. Zenét szerezte Randy Edelman. Rabszolgák! Fegyvertelenek! Fényképezte Edward J. Pay. Utánuk! Írta Ron Hutchinson. Rendezte Robert Dornan. Gyűjtsétek össze a fegyvereket. Meg lehet szükség lesz rájuk. Ha, 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 ha
Mózes! Gyere, mindenki ünnepel! Hogyan tovább? Nem tudom. De hová megyünk? Mindenki szomjas. Keresnünk kell egy forrást valahol. És azután? Keresünk egy másikat, aztán élelmet, ha elfogy a kenyér. De mi lesz velünk? Most, hogy szabadok vagyunk. Együtt maradunk, és várjuk, hogy az Isten megmondja, merre van az ígéret földje. Hová mentek? Legelőtt keresni vizet és ennivalót a családomnak. Egyedül? Miért is ne? Nem. Együtt kell maradnunk. Azért, mert te azt mondod? Mert Istennek terve van velünk. Ott mögöttetek fekszik Egyiptom. Oda-vissza nem mehetünk. Csak a pusztába visz az út. Kenyerünk van bőven még, de vízünk csak néhány napra. Nincsenek sátraink. Nincs semmi, ami megvédjen az éjszaka hidegétől. Nem ismeritek a pusztai életet. A legtöbben féltek tőle. Én is féltem, amikor először jöttem ki ide. De megtanultam róla mindent, és ti is megtanuljátok. Ábrahám is vándorolt, ahogy Izsák és Jákob is. A puszta a vérünkben van. Otthont lelünk benne, ahogyan mások is. Elindultak hát ezek a frissen felszabadult rabszolgák az emberiség egyik legnagyobb útjára. Egy férfi vezette őket, akiről a legtöbbjük úgy tartotta, nem is tartozik igazán közéjük. És aki minden lépéssel közelebb vitte őket az ismeretlenhez. Várnád, hogy ő halljon szomjan miattad? Te vagy az, aki miatt szomjan hal, aki miatt mind itt pusztulunk. Mit tegyünk hát? Menjünk vissza Egyiptomba? Legyünk megint rabszolgák? Nappal a napperzsel halálra, ilyente megfagyunk. Hányan hújjanak még el, amire kitalálod, hogy hova vezet bennünket? Senkinek nem kell megégnie vagy megfagynia, de dolgoznatok kell. A rabszolga mindig számíthat a gazdájára. Töri magát mindaddig, míg a gazdája ad neki néhány rongyot, amit magára ölthet. Egy maroknyi élelmet, és megmondja neki, mit tegyen. Én többé nem akarok rabszolga lenni. Akkor viselkedj szabad emberként. Gondoskodj magadról, és ne vedd el azt, ami nem a tiéd. Még ne. Jogosan vannak kérdőre. Én hoztam őket ide, de azt nem tudom merre tovább.
nem árulnád el. Tedd a magad módján, kényszeríts, hogy megtaláljam a választ. Vagy már megbántad, hogy engem választottál, mert nem vagyok elég okos, elég bátor, elég erős. Ezt is elfogadom, de nem én kértem ezt a feladatot. Vagyok, aki vagyok. Mit jelent ez? Miért a fejtörő? Mi az, amit láttatni akarsz velem? A testvéred kivételes férfi. Kivételes, amiként te is. Isten szól hozzá. És ő is szól Istenhez. A másik testvéredről beszélek. Ez a férfi Mózes a pusztából jött. És azt mondja, Isten választotta őt, Áron pedig vakon követi. Kétely nélkül, ahogyan jó magad. Ezt nevezem én igazi szeretetnek és igazi önfeláldozásnak. Ritka dolog ez még testvérek között is. Nem hiszitek, hogy beszél Istennel? Hiszem, hogy Mózes elhiszi. És hogy Isten szól hozzá? Ő abban is hisz. De ti csak az ő szavában hihettek. Nem csak a szavában. Látjuk, hogy Isten irányítja. Áronnal nem ugyanezt teszi? Nem te vezetted át az embereket a tengeren? Isten hozzászólt. Nem hozzám. És nem Áronhoz. Talán Isten megpróbálta. Csak te nem hallottad meg, mert Mózes meggyőzött, ahogy meggyőzött mindenkit, hogy ő a kiválasztott. De hiszen ő az. Mindannyian tudjuk. Igaz? Azt tudjuk, hogy ő ezt állítja. A kés talán gyorsabb, de a méreg biztosabban öl, és a legjobb méreg az irítség. Ide. Mire való volt a hosszú? Ezt a vizet nem lehet meginni. Hozhat. Mózes, miért teszed ezt velünk? Azt mondtad, itt vizet találunk. Innunk és ennünk kell. Ha híjen vagy szomjan halunk, azt megtehettük volna Egyiptomban is. Majdnem meg is történt. Istenhez imádkoztál, és ő meghallgatott, és idehozott. Hogy itt halljak meg? Úgy véled, ez a szándéka. Nem tudom. Csak azt tudom, hogy a gyermekeim betegebbek, mint Egyiptomban voltak. Ott legalább ivóvizük volt. Itt is van vizük. Ez a víz poshat! Mózes ismeri a pusztát, és friss vízhez vezet bennünket. Másik forráshoz? Milyen messze van innen? Napokra? Hetekre? Hogyan bírjuk ki addig? Megisszátok ezt a vizet. Hogyan? Ihatunk! 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 Ihatunk!
Nem Mózes bocsánatát kért. Kérd Istenét, mert Istenben kételkedtél. Igaz, nővérem? Igen. Istenem, ide gyertek! Nézzétek! Mi történt itt? Hiszen ez Szikim és a felesége. Mózes! Gyere ide! Ki képes ilyen szörnyűségre? Az amálekiták. Minden forrásért, minden datoja pálmáért, minden kiszáradt folyómederért harc folyik az idők kezdete óta. És nekünk is meg kell harcolnunk mindenért, amit Isten nekünk szánt. Miért tesz az ember ilyet? Elhagyja a törzsét és sújtja a saját véreit. Talán nem hitt abban, hogy van hova mennünk. Vagy abban, aki vezet minket. Ne csak kívülről számíts veszélyre. Közöttünk is van ellenséged. De én majd vigyázok rád. Áron mellettem van. Talán. De még a fivérek is irigykedhetnek egymásra. Isten gondoskodik rólunk. Ugye? Mondtam, hogy Isten annyit ad minden nap, amennyi kell. Ha elteszel a mannából, akkor nem bízol Isten ígéretében. Higgyetek benne! Csak ennyit kell tennetek. Ha hisztek benne, akkor gondoskodik rólatok. És nem leszünk soha többé éhesek. Vagy szomjasak!
is hinni fognak. Az nem biztos. Néhány nap múlva majd arra panaszkodnak, hogy le kell hajolni a mannáért. Valamit mutatnom kell. Gyere! Az amalekiták. Ez nem mehet így tovább. Meg kell védenünk magunkat. Én sosem voltam katona. Áron sem volt. De meg kell tanulnunk harcolni. Mindannyiunknak. Amikor Isten szétválasztotta a tengert, azt értette, mert hittünk benne. Ennivalót és vizet adott, amikor éheztünk és szomjaztunk. És a harcot választjuk. Azt hiszi, elveszett a hitünk. Mi a neved? Józsué. Isten nem vív meg helyettünk minden csatát. Bár megvív ma. Sokkal könnyebb volna minden. Most nekünk kell magunkért harcolnunk. És ez mindenkire vonatkozik. Amikor eljön az idő, Isten segíteni fog. Ha közbeavatkozunk, megharagítjuk Istent. Élt egy férfi, akinek a házát az áradás fenyegette. Amikor a szomszédai elmentek, velük tarthatott volna. Nem, mondta. Én Isten segítségét várom. A víz tovább emelkedett. Arra jött tevehátom egy férfi, és hívta, ugorj fel, menj magad. Nem, én Isten segítségét várom. A víz elérte a háztetőt. Arra vezette a csónakos, de a férfi nem szállt be a csónakba. Én Isten segítségére várok. Végül megfulladt. Nagyon dühös volt, amikor Isten színe elé került. Miért nem mentettél meg? Förmet rá! Isten így szólt. A szomszédodat küldtem, érted? Egy tevét küldtem, érted? Egy csónakot is küldtem. Mi más tehettem volna még? Azt teszem, amit te mondtál nekünk. Bízom Istenben. Nem haragítom meg a harccal. Megharagítod, ha megvéded magad és a népedet. Hagyd békén. Lélekben még mindig rabszolga. A rabszolga, akit megütnek, megalázkodik, és csak könyörög. Kérlek, ne üss meg megint! Az ütlegelő kezébe kapaszkodva csúszik, mászik, addig, amíg halálra nem verik. A szabad ember! A büszke ember! Büszke magára! Büszke a családjára és a törzsére! Azt mondja, ha hozzám érsz, meghalsz! Zárt!
Úgy látom, mégiscsak jó harcos vágott belőled. Készen állnak. Készen bizony. Előbb az amalekitákra, azután pedig rátok. Te nem vehetsz részt a csatában. Sem te. De tudom, hogy ki vezeti őket. Nem tudjuk bevenni a várost, és nem ütközhetünk meg nyíltan a seregükkel. Azt kéne tudnunk, milyennek látnak. Kinek hisznek bennünket? Volt rabszolgáknak, akik nem tudnak harcolni. Úgy van. És mit akarnak tőlünk? Elrabolni a jószágainkat. Megölni a férfiakat, a nőket elvinni rabszolgának. Használjuk fel ezt ellenük. Ma ne számítsatok semmilyen csodára. Isten ma próbára tesz bennünket. Ha szét akarjuk választani a tengert, ha vizet akarunk fakasztani, ma magunknak kell megtennünk. Ezekkel! Furcsa dolog fegyvert tartani, igaz-e? 400 hosszú esztendőn át megtiltották nekünk. Megtiltották, hogy visszaüssünk, ha bántanak bennünket. Ez megváltozik a mai napon. Ma ti lesztek azok, akik csodát tesznek. Józsué vezet benneteket a csatában. Akár csak ti, még ő sem harcolt soha. Az amálekiták zsákmányért és rabszolgákért harcolnak. Mi azért harcolunk, hogy szabad emberként élhessünk. A mi célunk a magasztosabb. És Isten a mi oldalunkon. Nekünk is adjatok kardot. Van elég katonánk. Nekik is van. Egy kard nem elég az amálekiták ellen. Nem. De ahhoz elég, hogy élve ne vihessenek el bennünket. Nem leszünk a szajháik. És a gyermekeink sem a rabszolgáik. Várj! Segítsetek!
tettétek? Amálekiták! Próbát. Hány ilyen próba elé állítasz még bennünket? Harcoltunk és győztünk ma. Ezután már folyton harcolnunk kell, hogy megmutassuk, méltók vagyunk hozzád. Hány ilyen véres harcot kell még megvívnunk, hogy bebizonyítsuk neked? Győztünk. És Mózes vezetett bennünket. Áronnal az oldalán. Mózes mondta meg, hol sorakozzunk fel, és hogy hogyan harcoljunk. Igaz. De mibe került? Még hány ilyen véres győzelmet bírunk ki? Thank you.
elárultam a férjemet. Én is a feleségemet. Álljatok meg! Vidd innen azt a mi haszna játékszert. Azt mondtam, állj! Egy Mózes nevű férfit keresek. Hallottam egy Mózesről, aki legyőzte a fáraót és a hadseregét, és a népét a pusztába vezette. Harcba keveredett az amálekitákkal, és megölte mindet, felégette a városukat. Te voltál az. Mózes, aki elvette Cipporát, Jetró leányát, igen, a leányt, aki el akar felejteni. Rabszolgáid is vannak? Nincsenek. Kár. Az amálekiták csak arra jók. Hogyan csináltad? Az Istened segített? Az, aki szólt hozzád? Mindent neki köszönhetünk, igen. Azon a hegyen szólt hozzád, nem igaz? És Egyiptomban is ott volt. És most itt van a pusztában is. Igen. Magaddal vitted? Azt hiszem, kezdettől fogva velünk volt. Hogyan? Azt nem tudom. Ő a hegyek istene, és a rabszolgák istene, és a szabadoké, és a puszta istene. Úgy látszik, mindenütt ott van. Még mindig szól hozzád? Úgy hiszem, olykor hallom őt. De azt hiszem, azt szeretné, ha mindent egyedül oldanék meg, ha képes vagyok. De mégis itt van. Figyel, hallgatózik. Valahogy tudatja velem, hogy ha egyszer valóban szükségem lesz rá megint, akkor velem lesz. Kikkel szállsz harcba legközelebb? A filiszteusokkal? Ők is azt érdemlik, amit az amálekiták kaptak. Remélem, hogy senkivel sem kell harcolnunk. De kétlem, hogy valóban így lesz. És hová igyekszel? Hová vezeted őket? A földre, amit Isten ígért nekik. De előbb van valami, amit még akar tőlük. Vagy tőlem. A pusztához van köze. Valamit itt kell megtalálnunk. Hogy találod meg? Ha azt sem tudod, hogy mi az? Nem sokat tudtál a pásztorkodásról, amikor először találkoztunk. Meg kellett tanulnod, de jól megtanultad. Há, tudod, milyen nehéz élet ez. Sokszor veszélyes is. Magányos. Ugye nem tetszik nekik mindig az, amit mondasz? Olykor megrugdosnak.
de senki másra nem támaszkodhatnak. Eteted őket, vigyázol rájuk. Elhajtott tőlük a farkasokat. De a juhok nem panaszkodnak folyton. Nem vitatkoznak minden döntésnél, nem ármánykodnak ellenem. De van valaki, aki megvéd engem. Az egyetlen, akiben bízom, leszámítva a fivéremet és a nővéremet. Ne bízd meg senkiben. Az életüket adnák, értem. Ma még talán, de holnap a dolgok változnak. Az ember családja nem változik. Én tanítottalak a pásztorkodásra. Én tanítottalak meg a túlélésre ideként. Hallgass rám! Amikor a nyáj előtt lépkedsz, mi az, amit látnak? A hátadat. A széles hátadat, amit könnyű célba venni. Nem bízhatsz meg senkiben. Senkiben a földön, még bennem sem bízhatsz meg. Ne bízzak benned? Hát, bennem talán igen. Hiszel nekem? Még nem tudsz mindent. Annak ellenére, amit híreztelnek rólad. Hosszú út áll előtted, sokat kell még tanulnod. Még mindig azt hiszed, hogy Cippora el akar felejteni? Én azt mondom, hogy esze ágába sincs. Mégis te vagy az. Az a Mózes, akinek nevétől hangos a pusztaság. És neked? Hogy megy a sorod azóta? Amióta a férjem elküldött. Azok ott a fiaid. Nem sokára faggatni kezdenek az apjukról. Mit mondjak majd nekik? Hogy nem egy egyszerű pásztor fiai, hanem egy harcosé és egy bölcs vezetőé. Mostantól ugye együtt maradhatunk. Vagy hányódjanak tovább egyik helyről a másikra a gyermekeit. Ahogyan te is teszed. Nem nyújtanál nekik menedéket? Nem mondanád meg nekik, hogy szereted őket? Én... Én nem vagyok király. Pásztor vagyok. És ez itt a nyájam. Nem hagyhatom el őket. Akkor veled maradunk. Oda megyünk mi is, ahová te mész. Nem lehet. Én már csak a feladatnak élek. A nappal és az éjszaka minden egyes pillanatában. Miért sírsz? Semmi baj. Ne aggódj. Ha még egyszer megríkkatod anyámat, megöllek! Ő a fiam, Gershom. Az apja hosszú útra ment. Még mindig vándorol. És talán már soha nem is tér vissza. Mikor indulunk már? Bárcsak velünk jönnél.
akkor a fiúknak lenne apjuk. És a lányomnak lenne férje. És nekem lenne... Lenne... El ne felejtsd. Ne bízz senkiben. Senkiben. Miért büntet ez az Isten? Elvette a fivéredet, Meneritet. Megtagadtatja veled Jetrót, aki apádként bánt veled. Megtagadtat veled engem. A fiaidat. Mi más tud még tőled elvenni? Az, amit keresel, felér a veszteségeiddel? El akarsz venni tőlem, hogy semmim se maradjon. Másoknak van feleségük, gyermekük, apjuk és anyjuk, csak nekem nincs, mert te kiválasztottál, de mire? A szenvedésre? A magányra? Vedd el! Védj el mindent, talán a ruhám is kell! Hát azt akarod, hogy semmim se legyen, csak ez a teher, ez a felelősség, mert még azt sem árulod el, hogy hová is vezessem őket, hogy mennyi ideig tart az út. Nesze, keres valaki mást, én nem kértem ezt. Én nem akarok a kiválasztott lenni, csak azt akarom, ami más férfinak megvan. Én a fiaimat akarom. Legalább szólj hozzám! Válaszolj, vagy küldj egy jelet, hogy tudja, mit vagy! Mózes. Mózes! Nem esed bajod? Eltévedtél? Csak imádkoztam. Istenhez beszéltem. Elapadt a forrás. Meg kell mondanod, hogy hol találunk másikat. Menjünk. Fagyú is kéne gyertyának, de amíg úton vagyunk, nem készíthetünk, és több fát kell gyűjtenünk a tüzekhez. A múlt éjjel farkasok támadták meg a nyájainkat. Kifizettelek, itt vannak a tanúim! Nem, nem! Pénzt adtál nekik, hogy ezt mondják! Tényleg! Megfizettem őket! Ez egy teherbe ejtette a lányomat! Parancsolj rá, hogy ez legyen! Hazugság! Sose haltam vele! Hazugság! Hazugság! Hazudozol! Te vagy a hazug! Kinevezte magát vezetőnknek, kinevezte magát katonai parancsnoknak, és most már ő a bíránk is.
tettünk? Mit tettünk? Ez innen már a filiszteusok földje. Nem vagyunk elég erősek, hogy megküzdjünk velük. Ezért inkább arra megyünk. Ezt a filiszteusok építették? Nem. Ez egy egyiptomi templom volt. Honnan tudod? Valamikor Egyiptom hercege voltam. Eknaton fáraó azt állította, hogy nincsenek külön istenei Egyiptomnak, és más istenei más népeknek. Biztosan a filiszteusok rombolták le. Nem. Az egyiptomiak pusztították el. Azt tartotta a fáraó, ha Isten létezik, akkor csak egy Isten van, egy hatalmas Isten. De ha az emberek elkezdenek kételkedni abban, amiben hittek, az idők kezdetétől, akkor minden másban is kételkedni kezdhetnek. Egy Isten! Nevetséges gondolat! Sokkal jobb, ha abban hiszünk, hogy annyi Isten van, ahány ember. Akkor mi papok sem maradunk munka nélkül. Ha csak egy Isten van, ha ő alkotta a világot, a napot és a holdat, a csillagokat, akkor ott van mindenütt, nem igaz? Ő a puszta istene, a városoké és a hegyeké is. Benne van a szélben, a tűzben és a szívetekben is. Nem kell szobrot emelni neki, hogy imádhassátok, mert ott van mindenben. És akár vándorolhattok, és akkor is veletek van, és ha megkérdezitek a nevét, megvan hát a válasz. Neki nincs szüksége névre, ő egyszerűen az, és csak az, aki az Isten, nem egy a sok közül. Az egyetlen! Az egyetlen! Alig fogyott el az ellenségünk, már is magunk ellen fordulunk. Ez történt, vagy nem? Most ez következik? Elhoztam őket ilyen messzire, csak azért, hogy most egymás gyilkosai legyenek. Mi hoztuk ide őket. Áron és én is segítettünk. Bocsássatok meg. Igen. Ti segítettetek. És most mit tegyünk? Megkeressük a gyilkost, és megbüntetjük. Az egész törzs előtt. Egyet értesz? Ha ez a bűn megtorlatlan marad, akkor ezután bárki megölheti a másikat. Én tudom kiölteni. Meg tudom nevezni a gyilkost. El
Eliézer rajta kapta, hogy bárányt akar lopni. Összeverekedtek. Izsák bosszút esküdött. Verekedtünk! És azt kiabáltam neki, hogy megölöm, de nem tettem! Esküszöm! Van valakinek bizonyítéka, hogy ölte meg? Láttad, hogy elrejtette a testet? Nem, de... Akkor ereszd el! Nem! Nem mondtam, hogy ereszd! Ereszd el! Nem büntetek meg olyat, aki ellen nincs bizonyíték. Akkor hagyd ránk a büntetést! Nem gyűlevész horda vagyunk, hanem egy törzs! Egy nép! Egy nemzet! Még mindig nem értitek? Nem állunk vakon bosszút! Az igazságot keresünk! Miféle igazság az, ha hagyjuk, hogy egy gyilkos megússza? Megkérdem megint. Van valakinek bizonyítéka? Bárkinek? Ereszétek el. Én láttam őket együtt. Veszekedtek. Nem messze onnan, ahol a test volt. Habozol, csak Mózes. Nem félsz ítéletet hozni? Miféle vezető az ilyen? Ne! Ne, ezt nem szabad! A vér vért kíván! Hogy lehetne másképp? Nem ez az igazság! De akkor mi is gyilkosok leszünk! Mi is elkövetjük a bűnt! Te már ítélkeztél! Hagyd, hogy Lea is megtegye! Kérlek, te! Nem még! Mózes, nem meg kell halnia! Nem dönthetsz másként! Gyere velem! Egyszer megöltem valakit. Aztán elrejtettem a testet. De senki nem rejtőzhet sokáig. Még ha soha senki sem tudja meg a bűnét, éjjelente eljön hozzá az, akinek elvette az életét. Én sohasem bocsátok meg magamnak. Még ha jókom is volt arra, mit tettem. Olykor azt hiszem, Isten ezzel fizet nekem vissza az elkövetett bűnért. És te? Hozzád is eljön egy halott éjjelente. A szemében a kérdéssel. Ki hatalmazott fel téged arra, hogy elvedd az életemet, amit Isten lehelt belém? Szegény, szegény gyermekem. Épp te. Épp te vagy közülük. Annyira szégyellem. Én csak téged akartalak szolgálni. Épp te. Annyira féltem a harangodtól. Attól, hogy mit gondolsz rólam. Ha megtudod, hogy milyen gyönge voltam. Én miattad öltem meg egy embert Egyiptomban, hogy megvédjelek téged és a feleségedet. Tudom.
És most még egy ember meghalt, csak azért, mert te megkívántad a feleségét! Az ellenségeim csak arra várnak, hogy gyöngeséget mutassak. Hogy kivételt tegyek azokkal, akiket szeretek, hogy lesújthassanak rám. És ha én elbukom, akkor minden a semmiért volt. Legalább rajta könyörű. Hogy könyörülhetnék, ha a népet össze akarom tartani? Ők azt akarják, hogy példásan bűnődjetek meg mindketten. Mondd, hogy megbocsátasz. Isten dolga a megbocsátás. De megérted, hogy félelmemben és dühömben cselekedtem? Én jobban megértem, mint bárki más a föld kerekén. Vigyétek! Megtanulhatnak. Törvényeket, amik szerint élhetnek, de ne én szabjam ki rájuk, hanem te. Kérlek, kérlek, szólj valamit! Mózes. Álljatok meg! Mózes. Gyere hozzám. Gyere és megkapod a választ, amit oly régóta keresel. Tünk le a földön, amit megígértél nekünk. És hogyan jutunk oda? Azt akartam, hogy idehozd őket. Jól figyelj arra, amit mondottunk. Isten ismét szólt hozzám. Szerződést akar kötni velünk. Ahelyett, hogy rabszolgák lennénk és hontalanul vándorlók, mi lehetünk a papok nemzete, szent emberek, a kiválasztott nép, ha engedelmeskedünk. Ha nincs más istenetek rajta kívül, mondjátok, hogy igen! Igen! Mondjátok! Igen! Igazságot kértetek tőlem, és én itt kerestem azt, ahelyett, hogy ott kerestem volna.
Elfogadjátok Isten szövetségét, tudván, hogy milyen szörnyű lesz haragja, ha megszegitek az egyességet. Igen! Igen? Igen! Te vagy a fivérem. Te leszel az első, aki szövetséget köthet Istennel, ha akarod. Akarod? Igen! 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 Meddig várunk még? Nap elteltével pedig leereszkedett Mózes a Sínai hegyről, és hozta magával a 10 parancsolat 2 kőtábláját. Én vagyok az Úr, szólt a parancsolat, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képeket, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és a parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon. Mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. A 7. pedig megnyugovék. Ezért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad te neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tégy a felebarátod ellen hamis tanúbizonságot. Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak a feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Jött le Mózes a hegyről, hozta a 2 kőtáblát,
amelyekre Isten saját ujjával írta fel a 10 parancsolatot, odalent pedig ujjongott és táncolt a nép, bódultan ünnepelve az aranyborjút. Zsoltárok könyve. Első Zsoltár. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a polyva, amit szétszór a szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Második Zsoltár. Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket! Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szólnékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel, széjjel zúzod őket, mint cserép edényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne veszhetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. 37. Zsoltár. Dávidé. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosz tevőkre. Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, s mint a gyönge növény elfonnyadnak. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt, ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet.
Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá. Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljő az ő napja. Fegyvert vonnak a gonoszok, felvonják ívüket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket, de fegyverük saját szívükbe hat, és ívök eltörik. Jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága. Mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr. Jól tudja az Úr a fedhetetleneknek napjait, és hogy örökségük mindörökké meg lesz. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jól laknak az éhség napjaiban. De a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a liget ékessége, elmúlik, füstként múlik el. Kölcsönkér a gonosz, és meg nem fizet, de az igaz irgalmas és adakozó. Mert akiket ő megáld, öröklik a földet, és akiket ő megátkoz, kivágattatnak azok. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyér kéregetővé. Minden napon irgalmatoskodik, és kölcsön ad, és az ő magzatja áldott. Kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit, megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiírtja. Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak. Bölcsességet beszél az igaznak szája, és a nyelve ítéletet szól. Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak. Leselkedik a gonosz az igazra, és halálra keresi azt, de az Úr nem hagyja azt annak kezében, sem nem kárhoztatja, mikor megítéltetik. Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját, és fölmagasztal téged, hogy örököld a földet, és meglátod, amikor kiirtatnak a gonoszok. Láttam elhatalmasodni a gonoszt, és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa. De elmúlt, és íme nincsen. Kerestem, de nem található. Ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéé. De a bűnösök mind elvesznek, a gonosznak vége pusztulás. Az igazak segedelme pedig az Úrtól van, ő az ő erősségük a háborúság idején. Megvédi őket az Úr, és megszabadítja őket. Megszabadítja őket a gonoszoktól, és megsegíti őket, mert ő benne bíznak. Thank you.
Itt az idő. Mózes alattvalói vagyunk talán! Most talán ő a fáraónk! Képtelenek vagyunk mozdulni az engedélye nélkül! Ez az Isten talán Mózes istene! De ez még nem jelenti, hogy a miénk is! Beszélt ez az Isten valamelyikünkkel! Valamelyikünk látta! Ígéretet tettünk, igen. De nem önszántunkból tettük. Mózes kierőszakolta! Kikényszerítette! Senki közülünk nem látta ezt az Istent! Nem a mi Istenünk! Csatákat nyertünk. Két csatát. Elpusztítottuk az egyiptomiakat és az amalekitákat, és nem jár ünneplés? Ahogy Mózes beszél velünk, azt állítva, hogy Isten kiválasztotja, inkább átok, mint jutalom. Miért nem ünnepelünk? Talán nem érdemeljük meg. Még várnunk kell. Én szeretem az öcsémet. De néha, amikor rád néz, még rád is, egy férfit lát, aki a lelkében még rabszolga. Engem bízott meg a vezetés. Akkor mutasd meg, hogy vezet. Én parancsolok, amíg távol van. Hát parancsolj. Kell valami jelkép. Egy bálvány. Valami, ami eszükbe juttatja, hogy van istenük. Áldozunk a vagyok, aki vagyoknak. Szövetséget kötöttünk Istennel! Ígéretet tettünk neki! Megígértük, hogy nem lesz más Istenünk, csak ő! Miért, Áron? Miért? Miért tetted ezt? Az emberek nagyon féltek. Egy bálványt készítettek. És te hagytad nekik! Amikor Isten őket választotta a föld népei közül.
Amikor téged választott, hogy a papja legyél, a szabadat adtad! Ígéretet tettél! A szabadat adtad! De nem vagy a vezetőnk! A te utat túl nehéz! Nem imádhatunk egy láthatatlan Isten! Egy Istent, aki elbújik! Ez az Isten csak törvényeket szab! Túl sokat kíván tőlünk! Miért ne élhetnék a saját törvényeinket? Tíz törvényt nem lehet betartani! De ezek nem a mi törvényeink! Még ha Isten nem is nektek adta őket! Nem ezekre a törvényekre van szükségünk! Nem akarjuk a te istenedet! Nem akarjuk a te törvényeidet! Ezek nem a mi törvényeink! Ki tart ki Isten mellett? Ki tart ki Isten mellett? És ki tart ki a bálvány mellett? Én veled vagyok! Én is! Bátyám! Bátyám! Nővérem! Kell ölni mindet. Ez Isten parancsa. Fizettette volna velünk az árát. Meg fog bocsájtani? Meg fog bocsájtani? Ha nem teszi, akkor engem is meg kell ölnie. Akkor engem is meg kell ölnie. Mózes. Fogd a népedet és eredj. Megszegték a szavukat. Akartok új szövetséget kötni Istennel? Igen! Igen! Igen?
hiszitek, hogy a törvényei szerint fogtok élni? Igen! 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 Biztosak vagytok benne? Igen! Biztosak vagytok? Igen! Hallottad ezt? Azt mondták, igen! Ismét azt mondták, hogy igen! Vár már rájuk egy helyen. Föld, ahol teljes méz folyik, de nélkülem kell odaérniünk. Nem! Azt mondtam, hogy igen. Én azt mondom, nem! Szükségük van rád! Szükségem van rád! Szükségük van a törvényekre, amiket nekik adtál! Ölj meg! Ölj meg! Isten a parancsolatait kőbe véste azért, hogy mindig magunkkal vihessük őket. Ne legyenek idegen isteneid az igaz Isten előtt. Ne csinálj magadnak faragott képet. Isten nevét szádra hiába nevet. Megemlékezzél a hetedik napról, szenteld neki. Tiszteld atyádat és anyádat. Nem szabad ölnöd. Nem szabad paráználkodnod! Nem szabad lopnod! Ne tégy hamis tanúbizonyságot! Láttam őket együtt! Ne kívánd el mástól azt, ami az övé! Ne vegyétek-e parancsolatokat könnyen! Láthattátok Isten hatalmát! Ha igent mondatok, de elbuktok, Isten nem csak titeket büntet, de büntetni fogja a gyermekeiteket! És az ő gyermekeiket is. Most hová megyünk? Az ígéret földjére. Mikor fogunk odaérni? Amikor Isten méltónak talál rá. Megkezdődött hát a volt rabszolgák rongyos seregének 40 évig tartó harca, hányattatása és küzdelme az emberré válás útján. És ha bár Isten nem engedte Mózest az ígéret földjére lépni, azt megengedte neki, hogy a halála előtt megpillanthassa. Odakint temették el, a sírja örökre jeltelen maradt. A
szinkront a TV2 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.